Sikeres szezon zárta a Rába Eto futszál csapata. A magyar bajnoki döntőben magabiztosan nyertek, míg első magyar csapatként az UEFA Futsal Cup Final Four-jába is bejutottak. Az elmúlt évet Alasztis Marcell kapussal és Molnár Attila klubmenedzserrel értékeljük. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát amikor legutóbb itt jártatok nálunk, akkor ugye a Final Four után találkoztunk, és azért még kérdőjeles volt ez a bajnoki cím, de aztán megtátosodott a csapat. Ennyit segített a Final Four? Igen, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos volt számunkra, hogy ott meg tudtunk méretni, és olyan csapatok ellen játszhattunk, olyan teljesítményt tudtunk ott magunk után hagyni, ami feljogosított minket arra, hogy döntött játszhassunk. Tehát volt kettő nagyon-nagyon kemény mérkőzésünk a haladással, azt meg tudtuk nyerni, és utána készülhettünk a döntőre, a Berettyóújfalu ellen. Azért, hogyha az egész évet akarjuk nézni, akkor ez így ennyire benne volt a pakliban? Tehát ott volt ez, hogy ez a csapat most így tarolt tulajdonképpen? Amikor elindult a bajnokság és elkezdtük az évet, akkor nekünk a céljaink között ez szerepelt, hogy a bajnoki döntőt játszunk. Aztán, hogy jöttek a különböző problémák és azokon úrrá kellett lenni, a végére ez egy nagyon-nagyon jó eredmény, hogy sikerült idáig eljutnunk. Ugye új edző, rengeteg új játékos. Mikor állt össze a csapat úgy Isten igazából? Én úgy gondolom, hogy az új edző jelenlét nagyon fontos volt a csapat számára. Az elitkörtől kezdve, amikor ott megnyertük a csoportot és bejutottunk a Final Four-ba, onnantól kezdve lehetett úgy érezni, hogy ez a csapat összeállt. Télen ugye voltak távozóink, volt egy új játékos, aki érkezett, és úgy gondolom, hogy ez a 4 hónap felkészülés együtt így a Final Four-ra az volt nagyon-nagyon jó, és a csapat teljes mértékben összeállt. Mit hozott az új edző? Mi volt az, amivel esetleg változott a játékképe, változott a csapat hozzáállása, vagy amitől egy kicsit úgy lehetett érezni, hogy ugye nem csak egységes egész, hanem tényleg a tudásban is fejlődni tudott? Én úgy gondolom, hogy egy család alakult ki Győrbe, tehát ez a legfontosabb, szerintem az Attila is ezt meg tudja mondani, és ez tényleg így van. Egy családot hozott létre, tehát mindenki együtt elkezdett küzdeni egymásért, voltak nehézségeink, ezt ő említette, és mindig megemlítette, hogy honnan indultunk, hova tudunk eljutni, és úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos volt a csapat számára, hogy egy családként tudtunk együtt szerepelni. Attila rögtön el is mosolyodott ezen. Na, mit hozott ez az új edző? Hát egy új mentalitást hozott a csapatba, pontosan ezt, amit a Marci mondott, hogy nem úgy kezelte, mint egy csapata lenne, hanem úgy kezelte, mint a családja lenne. És ez tényleg így is volt végig minden edzésen, minden mérkőzésen, ahogy utaztunk, ahogy bánt a játékosokkal, ahogy beszélt velük, ahogy motiválta őket, egyszerűen szenzációs volt. Még akkor is, amikor mondjuk veszített a csapat? És szerintem ezt is nagyon jól csinálta, hogy tudta, hogy mikor kell keményebben odaszólni, mikor kell kevésbé, de akkor se az a nagyon nagy ledorgálás volt, hanem pontosan tudta, hogy kinek kell keményebben odaszólni, a kemény szó az kinél számít tényleg nagyon-nagyon durvának, vagy kevésbé. Nagyon-nagyon jól kezelte a játékosokat, én szerintem ebben egyedülálló itt Magyarországon jelenleg most az edzők körében. Milyen ellenfelekkel találkoztatok? Mert azért ugye volt jó néhány olyan párharc, ami a kezdetekben nem arra utalt, hogy a végén ebből bajnoki cím lesz majd megint. Igen, ugye nagyon hosszú szezonon vagyunk túl, ezt nyugodtan elmondhatom. Az elején voltak nehézségeink, az első mérkőzésen éppen a haladástól kaptunk ki a bajnokságba, akiket később sikerült megvernünk, és így abszolválni a döntőbe jutást. Nehéz volt elindulni, az elején ugye edző nélkül voltunk, igazából taktika nélkül voltunk, utána azért ez nagyban változott a Javi Rodriguez érkezésével. Amíg beszélt, pedig Attilát nézem, hogy szinte egy film zajlik a fejében, és hol felnevet, hol mosolyog, hol csak csóválja a fejét. Igen, mert hogy végigéltük ezt az egészet, pont ilyen volt, hogy nagyon mélyen voltunk, amikor kiestünk a kupából a Csömör elleni meccsen, akkor tényleg a legalja volt, ahova eljuthattunk, és a Havi érkezése után folyamatosan építette fel ezt a csapatot. A Final Four-ra is már úgy tudtunk eljönni onnan is, és ott is úgy tudtunk játszani, hogy megmutattuk, hogy igenis jó csapat vagyunk. Persze természetes a klubok közti különbség óriási volt, de ettől függetlenül úgy tudtunk eljönni, hogy mindenki meg tudta mutatni, hogy mit tud, és ez elfogadható volt. Utána jött a bajnoki döntő, ahol pedig szerintem extrát nyújtottunk, mert a Berettyóújfalu nagyon-nagyon jó csapat, nagyon-nagyon jól teljesített, ehhez képest simán 3-0-ra tudtuk őket verni. Hát igen, sokan így már meg is kérdezték, hogy hát akkor a Berettyóújfalu mit fog csinálni ugye ebben a UEFA Final Cup-ban, de aztán ugye megmutattátok, hogy ez nem így van. Mi volt ott más? Ugye valahogy ott csúcsosodott ki
tulajdonképpen ez az éves teljesítmény ebben a döntőben? Én szerintem ez a három mérkőzés a döntőben volt mindenkinek a döntője. Az egész szezonnak a döntője, és mi szerettük volna megnyerni ezt a bajnokságot, mindenki szerette volna megnyerni, és ez az az utolsó emberig elmondható a klubnál, hogy a portástól kezdve tényleg a kapusig, a masszorig mindenki szeretett volna nyerni, és ez a zöldözön belül a pályán ki lehetett látni. Én szerintem, aki nézte a mérkőzéseket, pontosan látta, hogy egy lövésnek örültünk, egy védésnek örültünk, annak örültünk, ha valaki jól írt valamit fel egy cetlire, mert tényleg ennek lehetett örülni, és nagyon-nagyon, még egyszer hangsúlyozom, nagyon-nagyon szerettük volna megnyerni, hogy bajnokok lehessünk, és hogy megkoronázzuk ezt a szezont. Milyen ünneplés következett? Ezután egy pici részletet azért láttunk belőle. Hát ugye eléggé hosszú az út Berettyóújfalról vissza Győrig, főleg egy busszal, tehát lassan haladt a buszunk, de annál nagyobb jókedvel tudtunk hazafele menni. És otthon hogyan fogadtak titeket? Hát ugye a szurkolók már előre jelezték, hogy majd szeretnének velünk találkozni, ha visszaérünk. Sajnos erre nem volt lehetőség, mert nagyon-nagyon hosszú volt az út, még visszaértünk. Ők elaludtak addig. Igen, utána azért mi tartottunk a csapaton belül egy vacsorát, és elmentünk egy kicsit kiereszteni a gőzt. Az nagyon jól sikerült, és most folyamatosan azon dolgozunk, hogy a következő szezonnak a lehetőségeit megteremtsük. Hát pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ugye itt egy tényleg igazán sikeres szezon, egy olyan szezon, ami előre mutat, mert ugye ebből akár lehetne építkezni, és talán még jobban is szerepelni akár jövőre, de hogy hogyan tud majd szerepelni? Ugye ez ugye egy nagy kérdés most anyagi szempontból. Hát jelen pillanatban úgy áll, hogy június 30-án jár le a játékosok szerződése. Július 1-től indul az átigazolási szezon. Nekünk most ez az időszak áll rendelkezésünkre arra, hogy a játékosainkkal megegyezzünk, és lehetőleg egyben tartsuk ezt a csapatot vezetőedzővel együtt. Amennyiben ez sikerült, természetesen anyagi vonzatai vannak. Most ezen dolgozunk, hogy ezeket megteremtsük, és ezeket lehetőleg úgy tudjuk beállítani, hogy tényleg ez a csapat, ez a család egybe tudjon maradni. Ha ez sikerül, akkor én úgy gondolom, hogy a következő szezonnak is úgy tudunk neki menni, hogy az Eto az mindenképpen a bajnok esélyese legyen. Marci, ez azért nagy bizonytalanság a játékosok számára, nem? Tehát hiába itt a nagy öröm, az egyik szemetek sír, a másik nevet, vagy pont fordítva az öröm a győzelem, és az, hogy hogyan tovább, az pedig egy nagy kérdés, nem? Így van, én szerintem az Eto történetében most van az első a név nyáron, ahol mindenkinek a szerződése megszűnik, és mindenki egy új lappal indul el, és szerintem még a külföldi játékosok között sincs. Ugye van egy olyan játékosunk, aki 5 éve itt van Győrben, őnek is szerintem ez az első a név, amikor újra kell tárgyalni a feltételeket, és elgondolkodik rajta, hogy hú, lehet, hogy nem Győrben fogom folytatni, lehet, hogy nem Magyarországon fogom folytatni. Ez mindenkinek nehéz, de én gondolom, hogy profi játékosként ez hozzátartozik. Tehát... Igen, csak azért közben, hogyha ilyen eredményeket értetek el, azért jöhetnek a megkeresések, és akkor most mit csináljál? Meddig tudod húzni még ezt a szálat, hogy itt most milyen döntés születik, és akkor mit mondasz, mert esetleg lemaradhatsz valami jóról, nem? Igen, tehát nekünk azért egy tehát a tervezésben is nekünk nagyon sokáig ki kellett várni. Ugye teljesen más tárgyalási alap egy bajnok csapatnál, egy UEFA bajnokok ligájában induló csapatnál, és teljesen más, hogyha mondjuk elvesztettük volna a bajnoki döntőt, és nem fogunk tudni abból a pozícióból tárgyalni a játékosokkal. A szponzorok, azok a cégek, akik segítettek bennünket, őnekik nagyon-nagyon sokat köszönhetünk. És nagyon sokat köszönhetünk az Eto tulajdonosának is, a jelenlegi tulajdonosának is, mert ha ő nincs, akkor mi ezt az évet nem tudjuk befejezni. Tehát nagyon-nagyon sok képlékeny és nagyon-nagyon sok változó van még ebben a dologban, de nekünk most az a legfontosabb feladatunk, hogy innentől egészen júni 30-ig úgy zárjuk le ezt az időszakot, hogy ez a csapat mindenképpen együtt maradjon. Ez a bizonytalan időszak is egy olyan összetartós, családias időszak a játékosok között? Egyetem végül a bajnokságon, de nem mondom, hogy minden nap, de két naponta edzünk, és találkozunk, és együtt vacsorázunk, és szeretnénk együtt maradni. Mindenki megbeszéli a másikkal, hogy hogyan, ki, merre. Én szerintem ez nagyon jól mutatja, hogy nem az volt, hogy vége lett a bajnokság, és akkor egyik játékos jobbra ment el, a másik balra ment el, hanem még így is együtt vagyunk, és beszélgetünk, és próbálunk egy olyan összes dolgot összehozni, ami mindenkinek jó, szeretnénk tudni a másikra, hogy hol folytatja, akár csapattársként, ha jelenleg másik csapatba menne véletlenül valaki, szeretnénk együtt maradni, és tényleg, mint ahogyan mondtam, említettem korábban, egy családként működni. Hát most azért drukkolok és azért szurkolok, hogy ez sikerüljön, és természetesen gratulálok az éves sikerekhez. Köszönjük szépen.